szünet után a Madách Színház hamarosan megnyitja kapuit a nézők előtt is. Mi már hetek óta lázasan dolgozunk, a Furcsapár szereplői próbálnak, illetőleg itt van velünk Vastag Csaba, az X-Faktor győztese, aki a József és a színes szélesvásznú államkabát című előadásunkban a fáraó szerepét játsza majd szeptember 27-én, 28-án és 29-én. Csaba szorgalmasan próbál, hogy hogy érzi itt magát és hogy mennek a próbák, azt ő maga mondja el. Hatalma végtelen volt, hegyek omlottak, ha csak egyet is szólt. Nem volt más nézet és vélemény ott, mert ő jelentette Egyiptomot. József, Weber Józsefe, az több szempontból egy csodálatos darab. Csodálatos a története, csodálatos a zenéje, csodálatosak a szerep lehetőségei, és különösen, hogy van benne egy úgynevezett sztárhelyzet. Általában a musicalekben nagyon ritka, hogy van egy olyan szerep, ami önmagában eleje, közepe, vége van, és nem az egész darabot öleli át, hanem kifejezetten alkalmas arra, hogy erre nagyon jelentős és rangos vendégeket hívjuk. És az egész X-faktorba rendkívüli módon tetszett nekem folyamatosan a Csabának az a nagyon megbízható, állandó teljesítmény. Tehát amit láttam rajta, hogy ez a fiatalember valamit nagyon szeret, nagyon akar, és amit nagyon akar, azt úgy meg is csinálja. Köszönöm szépen a felkérést, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igyekszem a tőlem tehető legjobbat nyújtani. 5-6-7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 
teljes erőbedobásra próbálunk, úgyhogy táncpróbán voltam ma, énekpróbán. Nem értem az álmot. Azért számodra nem ismeretlen a színház, tehát játszottál Veszprémben, hogyha jól tudom. Így van, a Veszprémi Petőfi Színházban egy olyan 7 évig voltam körülbelül kisebb-nagyobb megszakítások, a 11 éves koromtól kezdve nagyjából. De ezek inkább ilyen gyerekszerepek és inkább ilyen statiszta szerepek voltak. Kisebb-nagyobb szerepeim voltak természetesen. Egy év iránt jártál a Madách Színházban? Jártam, persze. Miket láttál? Csű, azt hiszem, hogy Fantomot néztem még régebben. Fáraó valahogy most rémel a te jelen pillanatbeni életedre, hiszen valójában egy popsztárról van szó, legalábbis a Madách Színház előadásának a felfogásában a fáraó egy popsztár. Ami ennél még érdekesebb, hogy az elején, amikor nem tudom, nézted a tévéműsorunkát valamennyire, vagy tudtál el. Igen, képbe voltam. Akár egyszer is megnézted el. Ott az volt, hogy egy lett fal mögül kellett kijönnünk, és úgy tudtunk lenni egy lépcsőn. Na most itt érdekes módon ugyancsak egy fal nyílik szét, és csak hogy minden teljesen kerek legyen, pont egy X-et mutatok, amikor megérkezem, tehát ez teljesen X-faktor. Akkor látom, hogy a vízből kivázik hétkörén fehér, ohohó. A ruha, hát azt ma próbáltam fel így igazából először. Nem tudom hány kiló lehet, 35, de az biztos, hogyha 35, akkor az csak a súlyára érvényes, mert benne viszont egy olyan 100 fok biztos, hogy van. Nagyon készülök, ezt tudom csak mondani rá. Nagyon kevés az idő, és ennek megfelelően minden idegszálamat megfeszítve ezzel foglalkozom, hogy jó legyen. Találkozunk a színpadon, izgulás lesz? Hát, már most is van egyébként, remélem, hogy majd el fog múlni inkább. Ó, rönked nekem József, az agymaságban értelmet találsz! Hé, József, ugyan mondd már meg nekem, hogy ez mit jelent?